Vízügyi beruházás, mintegy 1,2 milliárd forintos Európai Uniós forrásból épült tájgazdálkodási és vízgazdálkodási infrastruktúra a Berekben. Megújult központ, korszerűsödött a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények központja Máté Szalkán. Klímaakcióterv, Európai Uniós forrásból készít SECAP dokumentumokat a Szabolcs megyei önkormányzat. Mintegy 1,2 milliárd forintos Európai Uniós forrásból épült tájgazdálkodási és vízgazdálkodási infrastruktúra a Berekben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A projekt célja, hogy optimális területhasználat mellett a tájgazdálkodás és a természetvédelem érdekében megtartsák a vizet a térségben. Ez segítséget nyújt a mezőgazdaságból élők, valamint a Berek védett élővilága számára is. Az infrastruktúra fejlesztése szervesen kapcsolódik a korábbi árvízvédelmi beruházásokhoz. Az 1,2 milliárd forintnyi összegből megvalósult beruházás keretében vízkormányzó rendszerek, csatornák, zsilipek és szivattyúházak is épültek a Berekben, melyek szerves egységet alkotnak a már meglévő védművekkel, így például ezzel a Tarpa határában lévő nagyberresztő zsiliprendszerrel is. A projekt keretein belül olyan tájgazdálkodási lehetőséget alakítottak ki a szakemberek, amely során a környezet állapota javul, miközben a gazdálkodók életkörülményei is kedvezőbbé váltak. Egy nagyon fontos projektet fejeztünk be, ennek a célja a területen a víz megtartása, tehát a területre lehulló csapadékból, holvadásból származó vizek minél nagyobb arányú megtartása a helyszínen, a vizek pótlása és ezeknek a vizeknek a megfelelő szétosztása a beregi területen, olyan módon, hogy a nagyon értékes természeti értékeket is tápláljuk vízzel, lehetőség van a gazdálkodóknak majd később ebből a vízből egyéb célokra is felhasználni, akár öntözésre is, öntöző célokat is szolgál. Vízkivételt építettünk a Tiszánál két helyszínen, tehát ez azt jelenti, hogy szivattyúval, szállítható szivattyúk telepítésével tudunk a beregi területekre éltető tiszavizet juttatni. Megépítettünk 25 műtárgyat, ezeknek a célja a víz megtartása, szabályozása, szétosztása a területen. 75 műtárgyat felújítottuk, alkalmassá tettük arra, hogy ezeket a vizeket tudjuk vele szabályozni, és hát természetes, hogy a távjelző rendszert is fejlesztettük, hogy ezt a vízszétosztást megfelelő módon tudjuk irányítani a korszerű informatikai eszközök felhasználásával. A projekt záró rendezvényén az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója elmondta, a beruházás több célú használatot teremt a területen élők, valamint a környezet számára egyaránt. Ez egy nagyon komplex beruházás. Úgy gondoltuk, hogy a beregi tározóban meglévő lehetőséget ki kell használni, tovább kell fejleszteni. Ezek a maga a vízkészlet, ami a Tiszából rendelkezésre lehetővé teszi azt, hogy az öntözéshez, a természetvédelmi vízigényekhez vizet biztosítsunk és visszatartsuk, és egy több célú használatot terem meg a terület számára. A projektben mintegy 20 település, 22 ezer lakosa és több mint 860 hektárnyi beregi terület érintett, amelyen optimális esetben megközelítőleg 7 millió köbméter vizet tudnak visszatartani a vízügyi szakemberek. Ezzel a száraz, aszályos időszakban segíteni tudják a gazdálkodókat, biztosítva a megfelelő mennyiségű öntözővizet, valamint a vízkormányzással elő tudják segíteni a természetvédelmi értékek megóvását is, amelyhez több száz műtárgy összehangolt működése segíti a vízügyi szakembereket. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője a rendezvényen elmondta, fontos, hogy a beruházással az árvizes és az aszályos időszakok is jobban kezelhetők. A tájgazdálkodás azt jelenti, hogy a magas vízállás esetén milyen úton módon tudjuk megtartani, visszatartani a vizet, és nyilván, hogyha vissza tudjuk tartani, akkor az öntözés szempontjából nagyon fontos dolog, hiszen ez a vidék, ez kiemelten aszályos terület, annak ellenére, hogy a felső Tisza vidékről mindenkinek az árvizek jutnak az eszébe. Én úgy szoktam fogalmazni, és nem csak én, hanem sokan, hogy gyakorlatilag azt az életteret kell egy kicsit visszaadni a folyónak, ami a Tisza szabályozás előtt volt, itt a beregi rész, ahogy előadásokban is láthattuk, ez egy kifejezetten mocsaras, vízzel borított terület volt, amihez hozzányúltunk annak idején, hozzányúlt az ember annak idején, és ez a tájgazdálkodás pedig azt jelenti, hogy megpróbáljuk ezeket újból visszaadni a természetnek is, és természeten keresztül pedig az embereknek.
A beruházás 2017. februárjában kezdődött, mára pedig teljes egészében elkészültek a vízvisszatartó rendszerek. A munkálatok keretében összesen 26 új műtárgyat építettek, és 73 már meglévőt újítottak fel. Így a Beregi térségben mintegy 200 kilométernyi csatornahálózat, és több mint 200 műtárgy segíti a vízgazdálkodást árvízes és aszályos időszakokban egyaránt. 42 millió forintos pályázati összegből újult meg a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények központja. Az intézmény munkatársai korszerűbb, modernebb helyen végezhetik ezen túl a város és a térség szempontjából is jelentős munkájukat. A felújításra már nagy volt az igény, a gyermekesély projekten belül sikerült forrás nyerni a munkálatokra. Megújult a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények központja, vagy ahogy a mátészalkaiak ismerik, a gyermekjóléti központ épülete. Az integrált térségi gyermekprogramokhoz szükséges infrastruktúra kialakítására 42 millió forintos pályázatot nyertek. Az átadó ünnepségen a térségországgyűlési képviselője beszédében kiemelte, nem csak a kiépített infrastruktúra fontos, hanem az abban zajló ellátás minősége is. Amikor megpályázta a kistérség, illetve az Egyesített Szociális Intézmény ezt a pályázatot, akkor a tartalmi részre pályáztunk, és nem lehetett addig pályázni az infrastrukturális oldalára, mindaddig, amíg tartalmit meg nem nyertünk. Tehát van ennek óriási tartalmi része, 23 vagy 25 településen folyik az a munka, ami a hátrányos helyzetben élő embereknek, a szociálisan hátrányos helyzetben élő embereknek a felzárkóztatását szolgálja különböző programokkal, közösségi élményekkel, tankonyhákkal, játék lehetőségekkel, és minden olyan dologgal ezek a fizikális hátterek, amik hozzájárulnak az ő egészséges lelkületüknek a fejlődéséhez. A gyermekesély projekten belül sikerült felújítani az épületet, a tendert egy mátészalkai vállalkozás nyerte, így a helyi igényeket figyelembe véve készült el a beruházás, emelte ki Hanusi Péter az ünnepségen. Ez az épület a városközpontban található, és hát meg kell vallani, hogy nem lehettünk büszkék az állagára, állapotára. A falak nagyon elhanyagoltak voltak, itt ott leomolva. Az épület folyamatosan beázott, évente legalább kétszer küzdöttünk ezzel. Jöttek a kétségbeesett telefon, hogy megint elázott a számítógépes rendszer, tehát ráfért az épületre. Egy külső hőszigetelés történt, a nyílászárókat cseréltük ki, illetve egy energetikai korszerűsítés is zajlott, a belső gépészeti rendszereket, energetikai rendszereket cseréltük ki. Én egy ekkora épületnél ez egy komoly munka volt, és nagyon örülök, hogy ez ilyen gyorsan, határidőre úgy zajlott le, hogy az itt folyó munkát, nagyon fontos munkát nem zavarta, és ugyanúgy, ahogy szokták, szeretettel és mosolyal az arcukon tudták a rászorulókat fogadni a gyermekjóléti központ épületében az elvégzett munka időtartama alatt is. Az intézmény munkatársai korszerűbb, modernebb helyen végezhetik ezentúl a város és a térség szempontjából is jelentős munkájukat. 147 millió forintos Európai Uniós forrásból készít klímaakció terveket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. A megye 229 településének készülhet el 2019-ig az úgynevezett SECAP dokumentuma, amely több támogatás pályázati feltétele lesz 2020 után. A pályázat 2019 novemberében zárul, így valamennyivel több mint egy év áll rendelkezésre a klímaakció tervek elkészítésére. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat vállalta a fenntartható energia- és klímacselekvési programokhoz tartozó dokumentumcsomag elkészítését a települések számára, közölte Sesták Oszkár közgyűlési elnök a pénteki sajtótájékoztatón. Ezt a tevékenységet a megyei önkormányzat a többségi tulajdonában álló Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.-vel közösen végzi. Az elkészítendő dokumentumcsomagot SECAP-nak hívják, ez az angol mozaik szava a fenntartható energia- és klímaakciótervnek. Egy útvonaltervet adunk az önkormányzatok kezébe, amelynek segítségével a következő évekre, sőt évtizedekre megalapozhatják a klímapolitikai cselekvéseiket. Nagyon leegyszerűsítve viszont a
projekt tartalmát, azt jelenti, hogy a jövőben Európai Uniós forrásokhoz ezeknek a dokumentumoknak a meglétével tudnak hozzájutni önkormányzatok. Tehát ez előfeltételezi minden további Európai Uniós pályázat ezeknek a dokumentumoknak a meglétét. A megyei önkormányzat a települési önkormányzatok helyett elvégzi ezt a feladatot. Ennek forrását egy Európai Uniós topos pályázat fedezi, ez összesen 147 millió forintot jelent. A projekt nyitó konferenciáján az is elhangzott, a megye 229 települése közül 4 város, Mátészalka, Kisvárda, Tiszalök és Vásárosnamény, illetve Nyírbogát nagyközség, valamint a megyeszékhely nyíregyházai saját SZEKAP dokumentumot készít, így ők konzorciumi partnerekként vesznek részt a projektben. A fennmaradó 223 településnek az önkormányzat készítheti el a dokumentumot, amennyiben ezt igénylik. Első feladatként adatgyűjtéssel kezdődik majd a munka. Olyan információkat kell benyújtenünk, olyan inputokat 2014 évre vonatkozóan, amik meghatározzák azt, hogy milyen energiafogyasztási dolgaik voltak az önkormányzatoknak. Önkormányzati épületek, berendezések, létesítmények, önkormányzati flotta, közvilágítási adatokat kell összegyűjteni. Ezt követően lesz az adatoknak az összesítése, elemzése, majd pedig ezen adatok alapján készül el a stratégia. A pályázat 2019. novemberében zárul, így valamennyivel több mint egy év áll rendelkezésre a klímaakció tervek elkészítésére. Aki nem akar részt venni a projektben, annak a településnek saját költségéből kell majd elkészítetnie ezt a dokumentumot. Az akciótervnek azért is van fontos szerepe, mert jelenleg még nincsenek információk arról, hogy 2020 után milyen hazai források lesznek elérhetőek a települések számára. Közvetlen brüsszeli forrásokra azonban lehet majd pályázni, de sok esetben pályázati feltétel a meglévő SZEKAP dokumentum, hangzott el a nyitó konferencián. Az országos átlag fölött van a nemi betegek száma megyénkben, leginkább a szifilisz és a gonorea fertőzöttség magas, de a HPV és az egyéb betegségek is gyakoribbak nálunk. Hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház bőrgyógyászati és nemi beteg gondozó tudományos ülésén. A konferencián kiemelték, a helyzetet súlyosbítja, hogy tavaly a megyében kezelt 29 szifiliszes nő közül 12-en terhesek voltak. Ez pedig a születendő gyermek számára is maradandó és súlyos problémát okozhat. 9. alkalommal tartottak közös rendezvényt a bőrgyógyász, urológus és nőgyógyász szakemberek Nyíregyházán. Az idei tudományos ülés célja a szexuális úton terjedő megbetegedések elleni védekezés, valamint a megelőzés népszerűsítése. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ugyanis kiemelkedően sok a szifiliszes beteg, valamint a szexuális úton terjedő betegséggel fertőzöttek átlag életkora is egyre alacsonyabb. A keleti régióban az utóbbi időben egyre megnövekedett a szifilisz és a gonorrhea eseteknek a száma. Az incidencia az országos átlag fölött van, és úgy gondolom, hogy minden szakmának, vagy minden egészségügyi dolgozónak ismernie kell a tüneteknek a lefolyását ahhoz, hogy kellő időben kerüljenek ezek a betegek orvoshoz. Mindenféleképpen a szörővizsgálatoknak a jelentőségre hívjuk fel a figyelmet, és a felvilágosítás a fiatalok körében nagyon fontos lenne, tehát már ezt általános iskolás korban el kellene kezdeni, mert a nemi betegség kitolódik, a szexuális életnek a kezdete a 13-14 éves korosztályt is érinti már, tehát a 7.-8. osztályban mindenféleképpen tudnia kell, hogy hogyan fertőznek ezek a nemi betegségek, hogyan adhatók át, milyen tünetekkel kell, hogy orvoshoz forduljanak, és egyáltalán, hogy nem csak a hagyományos szexuális együttlét, hanem az orális szex is fertőzés, mindenféle együtt létnél alkalmazzanak óvszert, vagy legalábbis védekezzenek. Mert az óvszer még az, ami a HIV-fertőzéstől, hepatitis-fertőzéstől és a nemi betegségtől egyaránt véd, de az orális szexnél is óvszert kell húzni, mert úgyis össze lehet szedni mindenféle betegséget. A konferencián kiemelten kezelték a társszakmákkal való együttműködést. Erre azért is van szükség, mert például megyénkben a szifiliszes nők közel fele terhesen lett diagnosztizálva. A tavalyi évben is nagyon sok szifiliszes esetet kezeltünk, a 29 nőből 12 volt terhes. Itt a terhes gondozás és a nőgyógyászoknak az együttműködésére van szó. Tehát ugye most már ez megváltozott a törvény is, és a háziorvostól kezdve a védőnőig, a szülésznőgyógyászig és a szülésznőig, és magánál a betegnek egy komplex együttműködéséről van szó, és csak
úgy kellene megcsinálni ezeket a dolgokat, hogy kellő időben történjen meg a vérvétel 16 hetes korban. Ha pozitív az eredmény, akkor időbe kerüljön a kismama orvoshoz, és megkapja a kezelést, mert az a helyzet, hogyha a terhesség alatt a szifiliszes kismama nem van kezelve, akkor egészséges gyereket szülhet. Minél későbbi terhességben derül ki, hogy beteg, annál nagyobb a lehetőség arra, hogy el fog vetélni, vagy pedig betegen fogja megszülni a gyereket. A főorvos hozzátette, a megelőzés a védekezés mellett oltásokkal is lehetséges. Mindkét nem számára adható például a HPV elleni védőoltás, amely a nők méhnyakrák eseteinek többségéért felelős. A védőoltás alsó korhatára 9 év, az iskolákban pedig a népegészségügyi program keretében kapják meg a 7. osztályos lányok ezt a vakcinát. Győzelemmel kezdte a bajnokságot a Nyíregyháza Blue Sharks, a kék cápák a budapesti Honvédot fogadták, és a jó hajrájuknak köszönhetően 72-64-re verték ellenfelüket. Siska János együttese legközelebb oroszlányban lép pályára. 20 perces csúszással kezdődött a mérkőzés, mivel a vendégek szerelése némi késéssel érkezett meg a Continental Arénába. Az első negyedben picit meglépett ellenfelétől a házigazda, de 10 perc után már csak 2 pont volt a cápák előnye. A második negyed is 17-15-tel zárult, így pontszegény félidőt követően vonultak pihenőre a csapatok. A folytatásban sem változott a játék képe, ragaszkodtak egymáshoz a felek, a záró szakasz 1 pontos nyíregyházi vezetésnél kezdődött. 3 perccel a meccs vége előtt 60-52-nél úgy tűnt, hogy eldőlt a mérkőzés, de másfél perccel később már egyenlő volt az állás. A hajrá azonban a cápáknak sikerült jobban, így Siska János együttesen 8 pontos győzelemmel rajtolt a bajnokságban. Én úgy gondolom, hogy az utolsó negyedben jobban koncentráltuk, az utolsó 5 percben, 21-14-en nyertük az utolsó negyedet, és szerintem ez döntött. A védekezésünk az egész jól működött, a támadó játékunk az akadozik még, szezon elején forma van, igyekszünk javítani rajta. A vendégek edzője, a játékosként Nyíregyházán is szereplő Puskás Artúr szerint megérdemelt volt a cápák győzelme. Győzni jöttünk, megmondom őszintén, úgy voltunk vele, hogy első meccs, hazaiak a nyomás rajtunk, igazából nem volt különösebb teher, de szeretnénk egy győztes kultúrát kialakítani itt a jó rész fiatalabb álló csapatnál, úgy voltunk vele, hogy jöjjünk, aztán ugorjunk neki Siska Jani barátoméknak, akiknek ezúton is gratulálok, megérdemelték a győzelmet, abban az ominózus 2 percben sokkal jobb döntéseket hoztak, meg ami ugye a kosárba Csinya és Binya, ők beledobták a labdát a gyűrűbe, mi nem dobtuk bele a labdát a gyűrűbe, nem lehet egy Nyíregyháza szintű csapatnál ennyi hibával nyerni, tehát 33%-a dobtunk mezőnyből, az vállalhatatlan. A kulcs szituációban kimaradtak a büntetők. Tényleg, ez nem atomfizika, aki jobban koncentrál és több kosarat dob, az örül a végén. A 17 ponttal záró Fazekas Csaba kritikus pillanatokban szerzett fontos pontokat. Mint a fiatal kosaras elmondta, nagyon meg kellett harcolniuk a győzelemért. Szezon első mérkőzése volt, számítottunk rá, hogy ilyen nehéz lesz. Szerencsére mi jöttünk ki jobban a végjátékban. Megmondom őszintén, ez volt életem egyik legnehezebb meccse. Hát ugye szezonnyitó, stb. Nagyon örülök, hogy meg tudtuk nyerni a mérkőzést. A cápák legközelebb jövő szerdán lépnek pályára, akkor az első fordulóban elmaradt oroszlányi meccsét pótolja Siska János együttese. 6 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat lép pályára a labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblájának első körében. A Nyírbátor szombaton 12 órai kezdettel a Nyíregyháza Spartakuszt fogadja. Vasárnap a Kisvárda Szolnokon, a Sényő Tordason, az Ibrány pedig Kalocsán vendégszerepel, míg Balkányba az Andrássyda látogat. A megyei selejtezőket követően a hétvégén már a Magyar Kupa országos főtáblájának első körében lépnek pályára a hazai futballcsapatok. A 128-as táblán már ott vannak az NB-s együttesek is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét hadcsapat képviseli, a sorsolásnak köszönhetően a Nyírbátor és a Nyíregyháza Spartakus egymással mérkőzik meg. A szombaton 12 órakor kezdődő találkozón a jó formában lévő NB3-as hazaiak játékosai számára nem lesz ismeretlen az ellenfél, mivel közülük szinte mindenki megfordult korábban. Mindenki be akarja bizonyítani azt, hogy helye lenne akár itt is, vagy akár magasabb osztályba, vagy be akarja bizonyítani azt, hogy a bajnokságban elért viszonylag jó szereplésünk nem a véletlen műve,
Az edzőtől kezdve talán két játékoson kívül mindenki játszott itt, vagy utánpótlás, vagy felnőtt szinten. Ugyanakkor tehát nem sértődöttek azért, hogy most Nyírbátorban vannak, csak meg akarják mutatni azt, hogy talán ők nekik is lenne helyük magasabb osztályban is. Nekünk fiatal csapatunk van, 2-3 rutinos emberrel, egyértelmű, hogy az a cél, hogy fejlődjenek. Nekünk nem biztos, hogy vannak olyan lehetőségeink, hogy magasabb osztályba szerepeljünk egyelőre, de annak mindig örülünk, hogyha egy-egy játékosunk magasabb osztályba tud szerződni. A Nyíregyháza Spartakusz a bajnokságban eddig 8 meccsen mindössze egy győzelmet szerzett, így Bozsik József együttese a kupában szeretne javítani. Minimális elvárásom a továbbjutás bármilyen formában. Jelen pillanatban abban a helyzetben vagyunk, hogy gyakorlatilag csak a győzelmek számítanak és semmi más. A vasárnap Szolnokon pályára lépő Kisvárda legutóbbi két mérkőzését megnyerte az élvonalban. Dajka László a kupameccsen azoknak kíván lehetőséget adni, akik még nem bizonyíthattak a bajnokságban. Akik kevesebbet játszottak, azoknak szeretnék lehetőséget adni, már csak azért is, hogy mutassák meg, ők is bizonyítsanak, hogy mindenki szeretne játszani. Van egy csapat, aki elkapta a fonalat, jelen pillanatban nagyon jó, ahogy működik a gépezet, úgyhogy teljesen fölösleges lenne a bajnokikon váltanom, de ez egy olyan mérkőzés, ahol a többiek is lehetőséget tudnak kapni. A vasárnapi meccseken az NB3-as Sényű Tordason vendég szerepel, a megyei első osztályú Balkány az Andrássydát fogadja, a szintén megye 1-es Ibrány pedig Kalocsára látogat. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Mintegy 1,2 milliárd forintos Európai Uniós forrásból épült tájgazdálkodási és vízgazdálkodási infrastruktúra Berekben. A projekt célja, hogy optimális területhasználat mellett a tájgazdálkodás és a természetvédelem érdekében megtartsák a vizet a térségben. Ez segítséget nyújt a mezőgazdaságból élők, valamint a Berek védett élővilága számára is. A műszaki munkák befejeződtek, a rendszer az árvíz és az aszályos időszakok enyhítésére is alkalmas lesz. Megújult a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Központja, vagy ahogy a Máté Szalkaiak ismerik, a Gyermekjóléti Központ épülete. A felújításra már nagy volt az igény, a gyermekesély projekten belül sikerült 42 millió forintos forrás nyerni a munkálatokra. Az intézmény munkatársai korszerűbb, modernebb helyen végezhetik ezen túl a város és a térség szempontjából is jelentős munkájukat. A megye 229 településének készülhet el 2019-ig az úgynevezett SECAP dokumentuma, amely több támogatás pályázati feltétele lesz 2020 után. A pályázat 2019 novemberében zárul, így valamennyivel több mint egy év áll rendelkezésre a klímaakciótervek elkészítésére, amelyre 147 millió forintos Európai Uniós forrást nyert a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, szeptember 21-én pénteken friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik a honlapunkon is, én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel. Északnyugat felől hideg front közeledik felénk, ami szombaton eléri térségünket és estére át is vonul fölöttünk. Az előttünk álló éjszaka megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Eső, zápor egyaránt előfordulhat. A déli, majd az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte túlnyomóan borult idő lesz, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor egyaránt várható. Az északnyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap a hidegfront átvonulása után átmenetileg nyugodtabb időnk lesz, de a napsütés ellenére is csak 20 fok körül alakul a délutáni hőmérséklet. Hétfőn újabb erős hidegfront robog át fölöttünk, kiadósabb eső, viharos szél kíséretében. A folytatásban már valamivel nyugodtabb, de hűvös őszi idő várható,
napos és felhősebb időszakokkal. A hét közepétől csípősek lesznek az éjszakák, több helyen is előfordulhat talajmenti fagy, és a délutáni órákban is 20 fok alatt marad mindenütt a hőmérséklet.